A mai nap a hagyományokról fogunk beszélgetni. Minden hétvégén más-más szemszögből készített programokkal, előadásokkal várják az érdeklődőket az adventi időszak alatt a hévízi termelői piacon. Most vasárnap a hagyományos ételek és édességek témáját dolgozták fel, sőt azok elkészítésébe is betekintést engedtek, hogyha esetleg valaki kedvet kap, akkor az otthonában is el tudja készíteni a karácsonyi vendégváros süteményeket. Szerintem már nagyjából otthon nem készítenek az emberek szaloncukrot, mert nagyon-nagyon hosszú folyamat, tehát azért egy jó pár napot igénybe vesz azért, hogyha egy 100-200 darabot szeretnének elkészíteni. Azért a csokinak a temperálása, a zselének az elkészítése, annak hidegkinek kell lenni, meg ugye már meg tudják az emberek nagyon sok helyen vásárolni, tehát nekünk is a kis például a mi kis cukrászatunkban, vagy esetleg a piacokon, vagy a nagyobb bevásárlóközpontokban, így úgy gondolom, hogy már otthon nem. Sajnos ez már nem annyira bevett szokás, mint régen. Mint ahogy mindenben, a karácsonyi édességekben is vannak klasszikusok, és persze minden évben megjelennek újító jelleggel, az aktuális trendeknek megfelelően új kreálmányok. Az alapanyagok azonban szinte mindig azonosak. Dió, mák, méz. Hát ez is nagyon változó. Hát például mi most már zserbos tortát is készítünk, szándékosan, tehát hogy egy picit eltérjünk a hagyományoktól, hogy ne csak az, hogy zserbó szelet, hanem hogy a zserbót, de torta formájában, akkor a zserbós begli, a zserbónak van ilyenkor nagyon-nagyon nagy, meg a mákos dolgoknak, mákos süteményeknek. Az előadások után a hidegben is szép számmal összegyűlt érdeklődőknek lehetősége nyílt a kóstolásra is, így mindenki egy falattal közelebb kerülhetett a közelgő karácsonyhoz.